itt vagyok Lordika hátán. Előttem van Nomcsi a csodálatos labikával, aki huncut kanaszkodik, meg nem tudom miket alakít. Lordin ültem szombaton először. Én az is lehet, hogy kibéreltem itt magamnak. Ugye most Egonka pihen. Szerdáig, addig esetleg ezt elcombogatom ezt a cilát. Ugye tavaz adott nekem, az megvan. Úgyhogy nem adjuk fel. Megyünk tovább, gyerekek. Egyenlőre úgy érzem, hogy és tip-top. Esküszöm az Istenre, hogy tip-top, nem játszom az agyam, vagy valami tip-topból abszolválom egyelőre a feladatokat. Ugye tegnap ez egy körbeérésről szólt, semmi probléma, el is fáradt a csőrikém, nagyon, ha engedem, akkor még rosszabb. De nagyon beindultunk. Jó. Hát megyünk a télire, mi két kört megyünk. Hibi Ica már itt rappol mögöttünk, ő kügető és rendes pálya. Megyünk ki. Mondd a nevét. És jönnek még ketten. Jézus Mária, hogy ne tudnám, én osztottam ki őket. Majd mindjárt mondom, tehát. Ja nem is, a Hibi és a kancám jön, Elzám. Ja, akkor hárman itt vannak már. Ja, együtt vannak. Jó van, nem kettő-kettő. Úgy lett volna, ja, mi ketten és ők hárman. Jó. Tehát Elzám, Hibike és Icuka mögöttünk. Penge, baszod. Ja. Jó. Tehát Hibi, Elzám, Kanca és Penge. Két szürke és a sárga. És mi meg itt megyünk egy szürkével és egy pellyel, tehát Labikával és Lordival. Megint elindulunk, megváltjuk a világot, gondoljuk, bízunk benne. De hát így érdemes élni, hogyha van egy célod, akaratod, aztán ajde, cél az legyen, és optimista légy, nem feladni. Akkor már rég nem rossz, hoztam az ecigimet 8 kilós a zsebembe. Tegnap azért olyan készletésem volt, hogy ettem tejszínhabot a kantinba. Hallod? Két ilyen pohára vagy hárommal. El kellett mennem este futni. Esküszöm! Mondom neked, jobban aludtam. Dehogy ettem, finom ízét csináltak nekem. Zapkását, gyümölcse. Kész. Aha. Nem. Pedig van salátám is, kacsacombom, de ma már eszem abból. Tegnap ez az ab volt, és mondom, olyan késztetésem volt, hazaértem 8:30-kor, mondom, tejszínhabot megzabáltál hármat, nem szégyelled a mocskos pofádat. És fogtam, és mentem, igaz, nem akkorát, mint szoktam futni, de azért megtekertem magam egy kicsit. De jól is esett, és így jól is aludtam. Fél ötig aludtam, hallod, aki 2 órakor, 1 órakor már lejön. Úgyhogy... Na, magam megnyugtásáig futottam, nem más, és szarok rá most. De jól esett. Legalább azt a 3 tejszín, pohár tejszín habot, amit nagyon imádok, néha szoktam ott lopni a büféből, illetve kapok, azt ledolgoztam. Az biztos, hogy lement ebből a futással. Ja, hogyne. Figyelj, magadnak csinálsz mindent, hogy és ha te lelked megnyugszik valamiért, akkor az kész, akkor az úgy legyen. Nem adjam a benyigét. Na, mi van, babám? Szervusz. Jó van, öcsike. Okos vagy. Labika is okos elől. Na, kisüt a nap, jobb idő lesz. Csak figyelj oda majd. Na, megjött a tréner asszony. Mi az utasítás, hölgyem? Trappoltunk már 2-t. Kanyarik egyenesen, aztán jobbra majd. Szervusz, drágám. Jobbra menjünk? Hopp. Jó. A tréner asszony elment reggelizni. Meg nyomjuk közben, ugye nem állunk meg. Na jó, berakom.